Sziasztok emberek, én FireRedbird vagyok, és a mai videó GTA Online autótesz következő része. A mai videóban újra két autót fogok bemutatni. Az első a Vapi Dominator GTT lesz. Ezt az autót Los Santos Tuners update-be adták ki, és 1.220.000 dollárba kerül. Nagyon jól fel lehet tuningolni, viszont gyárilag csak 145 km per óra a végsebessége. Hangja ugyanaz, mint a többi izomautónak, de nem sokat változtattak rajta. Ez az autó nem egy régi darab, és látszik is a kidolgozásán. És valószínűleg ez is fog szerepelni a GTA 6-ban, mert elég részletes. Nagyon sok tuning elem elérhető hozzá, mivel a tuner autók közé tartozik, viszont csak két személyes. Feltuningolva egész jó végsebességeket érhetünk el vele, de túlságosan sokra ne számítsatok. Belső az átlagos retro autó kinézetét hozza vissza. Nincs benne semmi extra dolog. Szóval, nézzük meg, hogy milyen éjszaka a lámpája. Nem nagy dobás, de jól néz ki. Egész jó fénye van különben. Na, de nézzük, hogy megy. Újra elérkeztünk a tesztpályára. Tippem sincs, hogy ez vajon milyen gyors lesz. Mindjárt megnézzük. Na, azt nem így akartam. Huszonkettő az ideje. Egyáltalán nem a leggyorsabb, de hát lehetne gyorsabb. Következő autónk a Dominator GT lesz. Ez egy cabrio autó, amit a legutóbbi frissítésben kaptunk. Nagyon szépen ki van dolgozva. Mondhatni már nem is illik a GTA 5-be. Végsebessége 162 km per óra gyárilag. Ezt az autót a Chop Shop frissítéssel kaptuk meg. 2.195.000 dollárba kerül. Ugyanúgy kétszemélyes, mint a legtöbb izomautó a játékban. Tényleg nagyon részletesen ki van dolgozva, szóval biztos vagyok benne, hogy a GTA 6-ban is benne lesz.
Sajnos csak két személyes, még akkor is, hogyha úgy látszik, hogy hátul van két ülése. Viszont ez a Dominator már nem az, mint a GTX. Ez egy sokkal gyorsabb és jobb autó. A GTX sajnos egy nagy csalódás volt akkoriban. De először inkább nézzük meg a lámpáját. Igaz, hogy már hajlódik, de ennek szerintem kisebb a fénye. Na, de inkább nézzük meg, hogy megy. Jobban fog teljesíteni a GTT-nél, de ezt mindjárt kipróbáljuk. Hát, ha megint. Meg kell szoknom, hogy két kerékezni lehet az izomautókat. Mindenkinek az ideje, több mint egy másodperccel gyorsabb volt a GTT. A mai videó pedig ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor nyomjál rá egy lájkot és iratkozz fel, és a következőben találkozunk. Na hello!